Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túl részvőket is. Én Bartatusek Nébolya vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es igazgató házaspárja. Én Bartatusek János vagyok, az Ibolya férje. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. PPH előtti foglalkozásom. Hát minden is. 10 évig ácsolással foglalkoztam, viszont mára az ácsolás az háttérbe szorult, és csak szórakozásként szoktam művelni. És a PPH tanulószervezés, csapatszervezéssel foglalkozom fő tevékenységbe, ami igen sok élményt biztosít, és sokkal változatosabb, mint ácsolni. Gyulán élünk a feleségemmel, a családi helyzetem a feleségem, és van egy 15 éves lányunk. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiára tanulni, mert mint mindenki más is, találtam egy Facebookra kirakott PPH-s hirdetést, arra rákattintottam, és beregisztráltam az oldalra, és hát egyből felkeltette az érdeklődésem, hogy vajon mit lehet itt tanulni. Ezért felhívtam a Szedlacsik Mariant, a Miklós párját, és beszélgettünk egy kicsit. Majd egy olyan 2 hét gondolkodás után befizettem az első tandíjat, ami 2014. októberben volt. Azóta mi itt vagyunk, életem egyik legjobb döntésének, hanem a legjobbnak ezt titulálom. Az életünk teljesen megváltozott tőle, jó irányba. Ami azt jelenti, hogy tudjuk egymást kezelni, máshogy nőtt föl a gyerek, és teljesen más állapotok uralkodnak körülöttünk, mint régen. Ez mind-mind pozitív irányba. Hát a képzések által minden életterületemet jobban tudom képviselni, magamat is az életterületeken, jobb megoldásokat kapunk. Mert ugye itt mindenki tud tanácsot kapni, mindenkinek van vezetője. Ha a vezető nem tud válaszolni, akkor Szedlacsik Miklós személyesen is tud válaszolni, problémákra megoldást adni, ami ugye egy ragyogó dolog, máshol, más ilyen intézményekben ez nem jellemző. Magamról is röviden annyit, hogy a PPH előtti foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem. Ma már viszont a PPH-val foglalkozunk, fő tevékenységünk. Én a PPH-nál azért kezdtem el a képzést, mert el kellett. Szoktam mondani Szedlacsik Marian, hogy enyhe kis nyomás miatt. Na jó, nem, de tényleg ez is volt. Én azért kezdtem el igazából a képzést, mert mivel mondta a párom, ő 4 hónappal hamarabb kezdte el, nekem volt lehetőségem belehallgatni a képzésekben is, és nekem a képzések hallgatása által az volt a legelső, a mester, aki tanít. Nekem ő volt a legelső, aki azt mondtam, hogy aki, amit tanít, úgy él, az egy etikus ember. És nekem ez volt az alapok alapja, mert nagyon sok fele voltunk már, nagyon sok fele tanultunk. Nekem volt, ami nem igazán volt szimpatikus a mesterben, ez a hitelesség. A másik pedig az, hogy nem mindig, sőt, talán nem is kaptuk meg azokat a módszereket, amivel jobbá tudtuk volna tenni az életünket, amit be tudunk építeni a hétköznapjainkba. Ugyanis mi, amikor idejöttünk, akkor valóban nagyon sok problémáink voltak. Ide tudom... Elég gáz volt. Igen. Ide tudom sorolni, én mindig el szoktam mondani, a régiek már biztos többet hallották, de az újabb még nem. Nekem nagyon fontos volt az, hogy a párkapcsolatom jó legyen, és mi nem igazán tudtuk egymást úgy kezelni, hogy az a jövőben egy boldog élet legyen. Hát ez is már most teljesen másképp működik. Voltak, tehát itt tényleg, ami az életünkbe, életünkhöz tartozik, ez legyen a gyermeknevelés, csodálatos dolog így anyának lenni, akár feleségnek lenni tényleg, hogy ne elnyomjam azt az embert, aki azért van mellettem, hogy a jövőnket építse, hanem én is toljam azt a szekeret, együtt toljuk azt a szekeret. Hát anyaként is csodálatos így gyereket nevelni, hogy olyan példát tudunk neki mutatni, ami az ő jövője is lesz, és jobb legyen neki. Na, megsorolhatnám, tehát nagyon-nagyon sok mindent kaptunk, és hát azóta tényleg egyre boldogabb házasságban élünk. Fantasztikus emberek vannak körülöttünk,
És tényleg azt mondom, hogy ebben a mai világban én el tudom azt mondani, hogy boldog tudok lenni. Avval a tudással, amit itt kapunk folyamatosan. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mester, coach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője. Az egyik legelismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, amely egyedülállóvá teszi a bolygónkon, és ez nem túlzás. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Vezetésével 4 területen érte a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. 87 óta foglalkozik emberekkel, 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata is. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, az a szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az életek közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorban. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós, mesterkócs, hogy jön és tartsa meg a mai előadást nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Mi baj van a jelenlegi világgal? És már kezdjünk félni az UFO-któl? Még nem félünk elég dologtól? Mármint az emberiség, nem mi, hanem az emberiség. Na megnézzük, hogy mi baj van itt a világgal. Tehát úgy értve, hogy mit okoz az, amit ugye itt jelenlegi világunkban van. Tehát nézzük meg, mit okoz. Jó? Tehát szedjük egy kicsit össze, hogy például ugye már régóta folyik egy olyan dolog itt a bolygónkon, ez kezdődött hát pont 100 évvel ezelőtt, az, hogy lezajlott egy első világháború, és hát recesszió volt Amerikában. És nem csak Amerikában, hanem szerte a világon a háborút követően, ami azt jelenti, hogy ilyen nagy gazdasági visszaesés indult el a 20-as években. Az azt jelenti, hogy az emberek azok még nem ismerték azt, hogy fogyasztói társadalom, és élték a hagyományos életüket. De gondold végig, hogy az Amerikai Egyesült Államok, mint győztes hatalom az első világháborúban, ugye mit csinált? Ők voltak az első olyan ország a történelemben,
amely futószalagon kezdte gyártani a fegyvert. Előtte ezt a technikát, hogy futószalagon gyártják a fegyvert, egyetlen egy ország sem csinálta. Tehát egy csomó gyárat átállítottak arra Amerikában, hogy futószalagon fegyvert gyártson. Az első világháború során csinálták ezt. És lezajlott a háború, maradtak a gyárak, maradtak a futószalagok, de nem kellett fegyvert gyártani. A lakosság meg nem vásárolt. És akkor kitalálták azt, hogy termékeket kellene gyártani ezeken a futószalagokon. De hát hiába gyártanak termékeket, ha az emberek nem vásárolnak. Tehát ezelőtt, a száz évet megelőző időszakban, tehát megint csak rátérek, hogy nem volt fogyasztói társadalom. Tehát az emberek nem fogyasztottak, csak annyit, amennyi a szükségletük. Semmivel se többet. És az amerikai kormány elkezdett kutakodni, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy azt a felfokozott termelést, amit a háború, a fegyvergyártás idézett elő, azt hogyan állítsák át termékekre, de mondom még egyszer, nem voltak vevők. Ezáltal megbíztak elsősorban olyan szakembereket, de elsősorban egy szakember vezetése alatt, aki Sigmund Freudnak volt az unokaöccse, megbízták, mivel Sigmund Freud kezdte el tanulmányozni az ember működését, az emberi elme működését, tehát az emberi elme működését, ő kezdte el tanulmányozni, és ugye az unokaöccse is nála tanult, hát ezáltal ugye ő is egy szakember volt, ugyanúgy, mint a nagybátyja, az ember működésében, tehát hogy hogy működik az ember elméje. És a kormány megbízta ugye ezt az illetőt, ugye a Sigmund Freudnak az unokaöccsét, hogy az ő vezetésével dolgozzák ki azt, hogy hogyan érjék el a társadalomban, hogy az emberek a szükségletükön felül vásároljanak. Ehhez ugye kellettek olyan szakértők, akit most úgy hívnánk, hogy pszichológus vagy pszichiáter, tehát aki a pszichével foglalkozik, oké? Tehát az ember elméjével foglalkozik, az ember gondolkodásával foglalkozik. De az emberi elme és a gondolkodás az nem teljesen azonos. És ugye el kellett azt érniük, hogy az emberek vásároljanak, tehát hogy azt a felfokozott termelést kihasználhassák a társadalomban. És ugye ez az illető létrehozott egy csapatot avval kapcsolatban, hogy kidolgozzák pontosan, hogy mit kell tenni. Nyilván olyan emberekből álló csapatot hozott létre, akik az emberi pszichével már előtte is foglalkoztak. Hogy mit tegyenek, hogy az emberek vásároljanak. Ugye képzeljétek el, tehát tudták azt már, hogy a vágyak azok a dolgok,
amit az emberi elme létrehoz, vagy létrehozhat, és a vágyakra alapítva kitalálták azt, hogy milyen reklámokat kell kihelyezni az emberek elé. Akkor már, akkor tájt indult el a rádió egyébként, és nem csak a rádión keresztül, hanem plakátokon keresztül természetesen. Ugye akkor már elkezdték azt is, hogy kidobolás, kidobolták. Tehát mindenféle akkori csatornán keresztül elkezdték működtetni a reklámot olyan módon, hogy az emberek ne gondolkodjanak, hanem vásároljanak. Érted? Mert ha az ember gondolkodna vásárlás közben, akkor a legtöbb ember rájönne arra, hogy arra valamire nincs neki olyan nagy szüksége. Tehát ezáltal ugye úgy kellett kidolgozni az egész rendszert, hogy az emberek lehetőleg a reklámok hatására egyáltalán ne gondolkodjanak, hanem vágyjanak arra a dologra, és a vágyak eltompítják a gondolkodást. Tehát amikor az ember vágyik valamire, akkor az erősebb, mint a gondolkodás. Ugye ezt ők pontosan tudták, hogy hogy működik az emberi elme, hiszen már Sigmund Freud évtizedekkel azelőtt foglalkozott ezzel a dologgal, ugye, és az unokaöccse is már évtizedekkel azelőtt foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy hogy lehet elérni, hogy az emberek vásároljanak. És rájöttek, hogy a nők vágyai az jelentősebbek, mint a férfiak vágyai. És elkezdték a nőkön keresztül elérni, hogy a nők akarjanak vásárolni. Ugye manapság is a nők sokkal inkább vásárlók, mint a férfiak. Na most olyan jelekkel, olyan módon próbálták elérni, és el is érték, tehát nem csak próbálták, hanem ugye több kísérlet volt, hogy milyen módon lehet elérni, hogy a nők vásároljanak. Tehát abban az időben kezdték bevezetni például a nylon harisnyát, abban az időben kezdték bevezetni a nők dohányzását, abban az időben kezdték bevezetni a cigarettát, mert előtte pipa volt meg szivar, cigaretta az nem volt ismert, oké? Tehát ez mind akkori időszakban lett kitalálva azért, hogy ezeket fogyasszák az emberek, és úgy csinálták ezeket a dolgokat, hogy valamilyen szimbólumot kötöttek hozzá, például a cigarettázáshoz a V betűt, a győzelmet, és ugye úgy reklámozták a cigarettát, hogy ide tették az ujj közé, hogy a V betűt formálják, és az azt jelenti, hogy úgy reklámozták, képzeljétek el, hogy ha te cigarettázol, akkor győztes leszel. És az emberek azok vágynak arra, hogy győztesek legyenek. Oké? Tehát még aki nem cigarettázott, az is győzni akart. No és, de nem csak, tehát
akkor hozták, akkor indították el a nők számára a divatot. Tehát gyakorlatilag a vásárlásokat a nők kezdték el. Tehát rájöttek arra, hogy a nőkben erősebben motoszkál az az érzés, hogy vágyakozás, vágy, mint a férfiakban. És ugye már a nők javában vásároltak, amikor hát gondolkoztak azon, hogy hogy lehetne a férfiakat bevonni a vásárlásba. És rájöttek arra, hogy a férfiakat nagyobb dolgokkal lehet bevonni a vásárlásba, és ezáltal megbízták egy-egy autógyárat, élükön a Fordot, hogy gyártsanak a lakosság számára megfizethető áru népautót, ez lett a T-modell. És a férfiaknak elkezdték reklámozni, hogy ők lesznek a királyok, hogyha autóval járnak. Mert régebb, előtte az autó az a lakosság számára egy megfizethetetlen árucikk volt. Tehát Ford létrehozta a tömegautógyártást, olcsó autógyártást, és a lakosság egy jó része számára megfizethetővé lett téve az autóvásárlás. De nem a nők akartak autót vásárolni. Hát ugye ezért lett az, hogy te vezeted az autót. Mert ha vezeted az autót, akkor te vezető vagy. Ez a férfiaknak baromira tetszett. Hogy vezető lehet, mert vezethet egy autót. És lényeg az, hogy a hölgyek azok a kisebb értékű dolgokra kezdtek el vágyódni, a férfiak pedig ugye az autóra. Tehát lényeg az, hogy most gondold végig, évezredeken keresztül nem volt nejlonharisnya. Évezredeken keresztül nem volt autó, mégis működött az emberiség. Ezek nélkül is. Tehát a nejlonharisnya az nem létszükséglet, de nem létszükséglet az autó sem. Érted? Tehát a vágyakon keresztül szépen fokozatosan elérték, hogy egyre több dologra vágyjanak az emberek, és vásároljanak a szükségletükön felül is rendszeresen. Például a Ford Detroitban azt alakította ki, hogy elindította ugye a tömegautógyártást, ő volt a világ első a tömegautógyártásban, ugye a T-modelljével, és képzeljétek el, azt csinálta Detroitban, hogy fölvásárolta az összes boltot, ami Detroitban volt, és megtartotta a boltokat, ami azt jelenti, hogy Detroitban volt a világ legnagyobb autógyártása, és az emberek, amit ott kerestek pénzt, az ő boltjaiban vásárolták el. Tehát ő kifizette az embereket, ugye a fizetést, és a fizetésüket az emberek az ő boltjaiban vásárolták el. Tehát magyarul az a pénz, amit ő kifizetett, dollárt, az visszakerült a boltokon keresztül hozzá. Na, ez a lényege. Tehát gyakorlatilag a fogyasztói társadalmi elveket azt Amerikából indították el, és Detroit volt a legelső olyan példa, ahol a mágnások, a gazdagok arra törekedtek, hogy amit kifizetnek pénzeket a
dolgozóknak, az a boltokon keresztül hozzájuk menjen vissza. Ha ezt megnézed, ez most pont ugyanígy működik. Nagyon sokan dolgoznak multicégeknél, a multicégek tulajdonosai, akik megkapják a fizetésüket ugye az alkalmazottak a multicégektől, azok a cégtulajdonosok ugyanúgy tulajdonosai a multi üzletláncoknak, ahol az emberek alapvetően vásárolnak. Ami azt jelenti, hogy a multicégek által kifizetett fizetések, azok a multicégek által működtetett, illetve a tulajdonosok által működtetett üzletláncokon keresztül visszamegy hozzájuk. Ezt Ford találta ki, ha valaki nem tudta volna. Jó, szóval lényeg az, Harry Ford, lényeg az, hogy nagyon sok ötletet, amit a 20-as években elkezdtek és csináltak egészen ugye a második világháborúig, majd utána folytatták a második világháború után, átvettek emberek, illetve szerte a világon természetesen. Na most, ezt most miért mondtam el, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogy indult el az, hogy az emberek tehát az emberekben vágyakat keltsenek, és a vágy elnyomja az észszerű gondolkodást. Na most erre lehetett alapozni azt is, hogyha a vágyakat fokozzák, akkor az emberek a vágyaik teljesülése érdekében fölvegyenek hitelt, tehát magyarul eladósodjanak. Na most miért jó nekik, hogyha egy ember eladósodik? Mert onnantól kezdve, ha valaki, bárki eladósodik, akkor bekerült abba a körbe, amit ők létre akartak hozni. Ez a kör pedig a kiszolgáltatottság köre. Tehát azok az emberek, akiknek hitelük lett, azok bekerültek a kiszolgáltatott emberek körébe. És ugye miért szerették volna, hogy legyenek kiszolgáltatott emberek? Mert a kiszolgáltatott embereket úgy irányítják, ahogy akarják, azt csinálnak velük, amit akarnak. És létre kellett hozniuk a kiszolgáltatott emberek nagy számát a világban. Na szóval, de ha megnézed, hogy ezt miért sikerült létrehozni, mert van egy nagy problémája az elmének, az, hogy vágyik. Ez honnan származik, ez a vágyakozás? Tehát ez miért a nőktől indult ez jobban el, kevésbé a férfiaktól? Mert ha megnézitek, a nőknek a megfigyelő képessége az sokkal jobb, mint a férfiaké. Miért? Mert ugye az őskorban a nők feladata a gyűjtögetés volt. A gyűjtögetéshez meg elég jó megfigyelés kell, hogy honnan szedje össze azt a bogyót, magot, stb. Stb., amit utána hazavisz. Ráadásul még osztályozni is tudni kellett, hogy az mérgező-e, vagy nem mérgező, stb. Stb. Milyen gyorsan romlik meg, stb. Stb. Tehát ezáltal ugye a nőknek az évezredek hosszú során kifejlődött a kiváló megfigyelő képességük. Na most a megfigyelő képességhez hozzájárult, hogyha, mit tudom én, a szomszéd valami olyat csinált a saját telkén vagy a saját házán, ami neki nem volt, akkor azt nagyon-nagyon rövid idő alatt észrevette,
és szólt a férjének, aki lehet, hogy még évek múlva se vette volna észre, hogy láttad, mit csinált a szomszéd? Hát olyan nekem is kell, vagy nekünk is kellene. És a férfi mit mondott erre? Tényleg, hol csinálta? Én nem láttam. Mutasd már meg nekem. És a férfinek ugye megmutatta, és lehet, hogy akkor a férfinak is. Na jó, tényleg az jónak tűnik, akkor megcsináljuk, jó? Tehát gondoljátok végig, ez mindig így működött. Tehát erre szokták mondani, hogyha az emberi evolúció az a férfiaktól függött volna, akkor még fönncsücsülnénk a fán. Jó, tehát lényeg az, hogy a hölgyek csináltak ilyen dolgokat, hogy gyorsan meg tudtak figyelni dolgokat, ezt, és utána akarták, hogy neki is legyen az. Tehát erre alapozták a hölgyek vágyait. Világos ez? Tehát a hölgyek eddig is úgy működtek, és utána ki lehetett ezt használni, hogy még inkább úgy működjenek. Ugye a férfiak azok el voltak, de ugye ahhoz, hogy a férfiaknak is legyen vágyaik, ahhoz hát el kellett egy kicsit nőiesíteni a férfiakat. Nem vicc. Mert mit csinált egy erőteljes férfi? Azt mondta, mikor a feleség megmutatta neki, hogy a szomszédban mi van, azt mondta, hogy nem. De ez így túl erélyes. El kellett nőiesíteni a férfiakat, hogy gyengébbek legyenek a férfiak. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy egy gyengébb férfi az tehát hamarabb, kevésbé mond nemet. Oké? Tehát ez kevésbé mond nemet. Tehát az azt jelenti, hogy minél gyengébb a férfi, annál engedékenyebb. Világos ez? Tehát minél erőteljesebb egy férfi, annál határozottabban mond nemet. Világos ez? Na most a hölgyeknél ez nem volt probléma, mert a hölgyek azok alapvetően ugye genetikailag az van belőlük kódolva, hogy engedékenyek. Oké? Ha már egy hölgy nem engedékeny, akkor mindjárt elmagyarázom majd, hogy miért nem. Jó? Jó? Tehát lényeg az, hogy a hölgyek voltak az engedékenyek mindig, és a férfiak a határozott nemet mondok. És ugye rájöttek arra is, hogy el kellene érni azt, hogy a férfiak azok gyengüljenek. Ugye, hogy lehet ezt elérni, hogy a férfiak gyengüljenek? Ahhoz, hogy ezt is, ugye emberi elme működése, ha a férfiak gyengülését akarjuk elérni, akkor az nem így megy. Tehát egy férfi erőteljes születésénél fogva és olyan neveltetést kap, hogy végig erőteljes, az megmarad erőteljesként, úgy hal meg. Tehát az nem fog elgyengülni sose. Ha viszont egy gyerek esetében, egy fiúgyermek esetében az asszony, tehát az anyja az erőteljes, akkor a fiúgyermek az jóval gyengébb lesz, mint egy olyan esetben, ahol az anya az gyengéd, a férfi meg erőteljes, tehát az apa. Tehát kellett a társadalomban létrehozni a gyenge férfit, gyengét férfit,
és az erőteljes nőt. Tehát azért, hogy a férfiakat is ugyanúgy lehessen a vágyaikon keresztül manipulálni, mint a nőket. Világos ez? Na most akkor nézzük tovább. Ehhez ugye el kellett azt érni, hogy a nők viszont erősödjenek, mert ez úgy működik, hogyha egy erőteljesebb, tehát ha erőteljesebb a nő, mint a férfi a gyerekneveléskor, akkor a fiúgyermek az gyenge lesz, a lánygyermek pedig erős. Ezt nem én fedeztem föl, ezt tudják 100 éve, hogy így működik. Világos ez? És ezáltal ugye kellett erősíteni a nőket. Kitalálták a feminizmust. Ez is a 20-as években indult el, a feminizmus, csak úgy mondanám. Nem a most 20-as években, hanem 100 évvel ezelőtt, ti 20-as években. Ami annyit jelent, hogy létrehozták, hogy a nőknek ugyanolyan jogokat biztosítsanak, mint a férfiaknak. Jó? Most milyen jogokról volt szó? Hát ez sok országban szavazati jog, munkához való jog, érted? Ennyi, gyakorlatilag ennyi. Oké? Hát ennyi. Tehát válláshoz való jog például. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy valami brutál sok jogról van szó, egy pár darabról. Tehát voltak olyan országok, ahol nők nem kezdeményezhettek válást, voltak olyan országok, ahol a nők nem szavazhattak, voltak olyan országok, ahol mi volt még a harmadik? Ja, hogy nem állhattak munkába csak a férfiak, persze, így van. Tehát ugye voltak ilyenek. És ugye gyakorlatilag ehhez még talán vettek egy-két pontot, de ennyi. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy tehát most elmész egy arab országba, ahol te azt gondolnád, hogy a nőknek nincs joguk. Mégis a nők tök jól érzik ott magukat. És nagyon fura, mert nem a nők akarnak onnan diszidálni, emigrálni ide, hanem a férfiak. Fura, nem? Tehát ha annyira a nők el lennének nyomva az araboknál, akkor ők akarnának Európába emigrálni, nem a férfiak. Vagy rosszul látom? Logikus, nem? Tehát a nőknek az a helyzet, amire te azt gondolod, hogy az araboknál el vannak nyomva, meg afrikai országokban el vannak nyomva, akkor ők miért nem emigrálnak? Hm? Miért a férfiak emigrálnak? Jó, maradjunk mennyi, maradjon ott a kérdés a fejedben. Jó, szóval lényeg az, hogy létrehozták, hogy igenis ugyanazokat a jogokat akarjuk, mint amit a férfiak. És ezzel már a feminizmussal elérték azt, hogy a nők harcosabbá váljanak. A feminizmusnak az volt a lényege, hogy harcosságot neveljen a nőkbe. Tehát, hogy erősítse a nőt. Oké? És elsősorban a harcossággal kivel fog harcolni? Hát nem a háborúban, háborúban ők nem harcoltak. A férjével fog harcolni. Világos ez? Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, szépen lépésről lépésre felépítették azt, hogy a nők fokozatosan erősödjenek, a férfiak meg fokozatosan gyengüljenek. Persze, ugye a nők sosem lesznek olyan erősek a jelenben, meg a jövőben se, mint amilyen erősek voltak a férfiak a múltban. Soha. Mert nem, akkor is nők, és nem tudnak kibújni a bőrükből. Érted?
Tehát egy olyan férfi, aki a múltban, például mit tudom, megnézzük mondjuk a nagyszüleinket, vagy fiatalabbak esetén a dédszülőket, vagy esetleg ükszülőket, ott még lehetett látni, hogy a férfi hordja a nadrágot. És ott mindig a férfié volt az utolsó szó, és nem olyan formában, hogy igenis anyukám. Oké? Okay? Tehát nem ilyen formában. Tehát ami azt jelenti, hogy a nők soha nem lesznek olyan erősek, mint a férfiak voltak a múltban. Oké? Okay? De viszont a férfiak sem lesznek olyan gyengédek, mint amilyen a nők voltak a múltban. Nem gyengék, gyengédek. Oké? Okay? Mert a férfiak sem tudnak kibújni a saját bőrükből. Világos ez? De ez bőven elég, hogy legyengültek jócskán a férfiak, jócskán megerősödtek a nők, hogy a nőknek megmaradnak a vágyaik, és a férfiaknak meg létrehozták, hogy vágyakozzanak a férfiakban. Azáltal, hogy legyengültek. Milyen eredményeket értek el annál, abban az esetben, hogy a férfiak legyengültek? Azt érték el, hogy a férfi az ne legyen családfő. Ezt érték el. Tehát azt érték el, hogy a férfi egy kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön, és ne, tehát egy erőteljes férfi az úgy működik, csak hogy tisztában legyünk, hogy irányítja az életét, vezeti az életét, és vezeti a családja életét is. Világos ez? Ezt jelenti, tehát az erőteljes férfi így működik. Tehát magyarul vezető. Egy erőteljes férfi az vezető, ami azt jelenti, hogy az életben eléri azt, hogy a dolgokat vezesse. Nem tudom, világos-e. A vezetés azt jelenti, hogy úgy működjenek a dolgok, ahogy ő akarja. Tehát a régi férfiak így működtek. Oké? Okay? Na most, ez azt jelenti, hogy a gyengüléssel elérték azt, hogy a férfiak ne vezessenek semmit. Érted? Ugyanúgy, mint a nők sem vezettek régen igazából semmit. Max úgy, hogy a gyerekeket vezették, és kész. Érted? Tehát a nők soha nem voltak vezető pozícióban, a gyerekeken kívül. De hát ugye régen, mikor sok gyerek volt, akkor mondhatjuk azt, hogy az idősebb gyerekek vezették a gyengébbeket. Vagy a kisebbeket akarom mondani. És ugye csak az idősebb gyerekeket kellett, de azt is csak serdülőkorig. Mert serdülőkorban már az apák vezették a gyerekeket. Na szóval mindegy. Szóval a lényeg az, hogy gondoljátok végig, elérték azt, szépen lépésről lépésre, hogy a férfiak elgyengüljenek, ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Már nem vezetik az életüket, hanem mit kell tenniük? Be kell állni alkalmazottnak, meg kell nekik mondani, hogy mit tegyenek. Régen nem kellett egy férfinak megmondani, hogy mit tegyen. A férfi az tette a dolgát, érted? És senkinek nem is hagyott beleszólást abba, hogy ő azt tegye, amit ő elképzelt. Világos? Ez nyilván ez ego is, de a férfiakban mindig jelen volt az ego, és a 20-as évekig a nőknek nem volt egójuk. Ezt csak úgy mondanám. Tehát a nőknek nem volt egójuk. Oké? Okay? Na most ugye az ego mit akadályoz? Hát az alkalmazkodást akadályozza. Minél nagyobb valakinek az egója, annál nehezebben tud alkalmazkodni. Oké? Okay? Na akkor nézzük tovább. Tehát szépen elérték, hogy a férfiak gyengébbek legyenek, egyre gyengébbek, gyengébbek. Minél jobban gyengülnek a férfiak, annál inkább nem tudnak irányítani. Oké? Okay?
Tehát nem irányítják se a saját életüket, se a család életét. Nem tölt be a munkájában sem vezető pozíciót. Érted? Tehát nyilván én nem arról beszélek, hogy milyen kivételek vannak. Én arról beszélek, hogy hogy működött az emberek nagyon nagy része. Világos ez? Tehát az emberek egy kis része volt csak szolga. Érted? Tehát ott voltak szolgák, ahol létrehozták mondjuk a rabszolgatartást mondjuk Amerikába. Érted? Vagy ott voltak szolgák, hogy itt Magyarországon is voltak szolgák, de a társadalom csak egy nagyon kis százaléka volt szolga. A társadalom nagy része az sehol nem volt szolga, hanem önálló gazdálkodást, valamilyen szintű gazdálkodást végzett. Érted? Mit értük az, hogy valamilyen szintű gazdálkodást, vagy saját növénytermesztése volt, vagy saját állattartása volt, vagy mind a kettő, vagy saját boltja volt, vagy valamit előállított, saját, mit tudom én, kis ipara volt, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gazdálkodtak az emberek, és nem alkalmazottak voltak, csak az alkalmazottakat régen úgy hívták, hogy szolga, jó, tehát szolga, tehát az alkalmazott és a szolga az egy és ugyanaz volt a múltban, egyébként most is egy és ugyanaz, csak most már nem úgy hívják, hogy szolga, hanem úgy, hogy alkalmazott. Jó, tehát az azt jelenti, hogy mondom, a társadalom csak egy szűk rétege volt szolga szerte a világban. Érted? Szerte a világban. Tehát nem csak itt Magyarországon, hanem szerte a világban. Na és megnézzük, ugye ez azért volt, mert a férfiak azok kézben tudták tartani az életük és a család életének az irányítását. Világos ez? Ahhoz, hogy az ember irányítson, ahhoz vezetőnek kell lennie. Világos ez? Tehát ahhoz nem szabad a vezetői hajlamait, képességeit elvenni. A nőkben ez a vezetői hajlam képesség az gyakorlatilag sehol nincs a férfiakhoz képest születésüknél fogva. Jó? Tehát sehol nincs. De ugye ezt ki lehet fejleszteni, például egy erőteljes anya révén a lány ki tudja fejleszteni magában az, hogy nem jó anyának lenni, férfiasan kell működni, mert az jobb, hát mennyivel jobb az apámnak, mint az anyámnak. Érted? És onnantól kezdve az a nő, az férfiasan fog működni, ha már felnőtt, és nem nőiesen. Tehát nem gyengéd lesz, hanem erőteljes. No, akkor nézzük tovább, hogy elérték szépen azt a vágyakon keresztül, hogy az emberek vásároljanak. Oké? Elérték azt, egy másik dolog, a férfiak legyengítésével, hogy a férfiak is vásároljanak, és ne vegyék a kezükbe a család irányítását. Ha megnézitek a mai világban, ott, ahol női irányítás van a családban, viszonylag kevés az olyan család, ahol nagyon jó anyagi körülményt tud a női vezetésű család elérni. Van ilyen, nem akarok újabb mutatni, de már mutattam, tehát van ilyen, de ritka, érted? Tehát viszonylag ritka. Tehát a legtöbb családban, ha megnézitek, a férfi által vezetett család, ahol vezethet a férfi, mert megvan az erőteljessége, ott a férfi eléri azt, hogy jó anyagi körülmények közé kerüljön a család. Világos ez? Tehát nem azt jelenti, hogy átlagos, hanem átlagon felüli jó anyagi körülmény. Jó? És az ritka, de előfordul, hogy a női vezet, tehát női, mert a nő erőteljesebb, ezért ugye női vezetés van a családban, hogy ott eléri a nő
azt, hogy átlagon felüli jövedelme legyen a családnak. Ez ritkább, sokkal, sokkal ritkább. Jó? Tehát ezáltal ugye ebből is látni, hogy a férfiakban genetikailag benne van, csak ha elgyengítik, akkor ezt kiölik belőlük. Jó? A férfiakban. A nőknek meg ezt meg kell tanulniuk. Az a nagy különbség. Oké? Tehát nagy különbség. Na most nézzük tovább. Ugye itt volt a vágy, itt volt a férfiak elgyengítése, itt volt a nők megerősítése, jó? És akkor nézzük tovább. A vágyak révén el tudták azt érni, hogy az emberek gondolkodását is elnyomja, mint említettem, ugye a vágyaik, és a gondolkodás része volt az a dolog, hogy egy ember, tehát az emberi elménkben nincs olyan, hogy te miben hiszel. Az, hogy miben hiszel, az a gondolkodásunknak a része, és az nem a, az elménk azon része, amely ösztönös. Tehát az, amikor az ember valamiben hisz, az soha nem ösztönös, hanem tudatos. Miért? Mert a hit az tanult. Az tanult. Kivétel, hogyha semmilyen hitet nem tanítanak a gyereknek. Oké? Tehát semmilyen hitet. Jó? Ez a kivétel. De ha bármilyen hitet tanítanak, tehát a tanítás az a gondolkodásunk átformálását jelenti, és ha valakinek a hitét meg akarják változtatni, akkor ugye olyan dolgokat kell tanítani, hogyan. Tehát az ember úgy működik, hogy alapvetően minden ember ösztönösen, genetikailag kódoltan társas lény. Jó? Tehát minden ember. Az azt jelenti, hogy társas lényként van egy a többiekhez, tehát a többséghez való alkalmazkodó képessége. Tehát az ember úgy működik, hogy belső indítatást eredményez az saját magában, az adott szemében, hogyha a többség úgy azt egy bizonyos dolgot csinál, akkor ez a belső indítatás azt jelenti, hogy ő is azt akarja csinálni, amit a többiek csinálnak. Nem tudom, elég világos voltam-e. Jó? Tehát értitek? Tehát magyarul ez minden emberben valamilyen szinten benne van, hogy azt csinálni, amit a többség csinál. Oké? Na most, ez miért fontos? Mert úgy lehet az embereket átformálni. Tehát az embernek van egy hite, ha a hitét meg akarod változtatni, akkor vedd körül olyan emberekkel azt a szemét, akiknek ellentétes a hite, és előbb-utóbb az ő hite is meg fog változni. Világos ez? Ezt csinálták például a Covid-nál, ha emlékeztek, az oltásnál is ezt csinálták. Jó? Tehát körülvenni az embereket, akik másként gondolkodnak, olyan emberekkel, akik ellentétesen gondolkodnak, és az olyan befolyással bír az adott szemére, hogy ő is elkezd úgy gondolkodni, mint a többiek. Világos? Na most, de ezt hogy kezdték el csinálni? Ugye, hogy az, gondoljátok végig, hogy arról volt szó, hogy a saját hitüket megváltoztatni az embereknek. Tehát például, mit tudom én, mondjuk beszületett valaki egy olyan családba, akik vallásosak. Mondjuk az apja is, anyja is. Majd felnő a gyerek, és az nem vallásos. És akkor megkérdezed, hogy hogyan manóba, érted? És ilyen rengeteg volt, van. Oké? Nagyon egyszerű. Szocializálták őt a
az iskolában. Érted? Tehát ez egy tanítás, amit fogok mondani. Ha nem fogad szót a gyereked otthon, beszéld meg a tanárnővel, hogy miben nem fogad szót otthon. A tanárnő csináltassa azt a gyerekekkel, amiben neked nem fogad szót a gyerek, és ott az iskolában ő is fogja csinálni. Érted? Tehát amit otthon nem csinál, azt azért, mert a többi csinálja, ezért ő is fogja csinálni. És így a gyerekeket simán át lehet változtatni. Oké? Meg lehet őket változtatni. Ellentétessé lehet tenni, mint amilyen volt. Érted? Tehát ezzel szépen elérték, hogy például azt tanítsák végig az iskolákban, hogy nincs Isten. És az ember az evolúció következménye. És az egysejtűből lettünk. És én erre azt gondolnám, már felnőtt, én gyerekkoromban ezt elhittem. Felnőtt fejjel, hogy aki azt tanítja, hogy az egysejtűből lettünk, annak azt mondanám, hogy a jó büdös K, meg anyádat, érted? Azt. Lehet, hogy te abból vagy, de én biztos nem. Oké? Jó, tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, azt tanították, és az összes gyerek elfogadta ezt, mert mit mondanak otthon a szülők? Figyelj a tanítónénére. Kezdetektől, nem? Csináld azt, amit a tanítónéni mond. Mit mondanak még? Fogadj szót a tanítónénire. Ez, ha nem felépítés, mi a fészkes fene? Gondoljátok végig. Hogy a szülők hogy felépítik a gyerekeknek a tanárt, vagy az óvónőt? Már. Érted? Na most akkor nézzük tovább. Tehát elérték azt, hogy szépen az embereknek, tehát van egy gyerekben, van egy hit. Tudod milyen hit? Egy egyisten hit. Tehát a gyerekben van egy olyan, hogy neki van egy felsőbb rendű irányító lénye. Érted? Úgy, tudod miért? Mert kommunikálnak is ez olyan lényekkel, amit a szülők nem látnak. Oké? Tehát kommunikálnak vele. Ezáltal ugye a gyerek tudja, hogy nem csak földi emberi lények vannak, hanem vannak olyan lények is, amit kézzel nem lehet megfogni. Érted? Na most, ami annyit jelent, hogy ha vannak ilyen lények, akkor nem csak az anyag létezik. Mert erről meggyőződött. De el kell érni, hogy a gyerek számára minél hamarabb csak az anyag létezzen. És ehhez kellett egy olyan tanítás, ahol az összesnek ezt tanítják, és persze az, aki még mindig rendelkezett esetleg 6-7 éves korra azzal, hogy ő nem csak az anyagban hisz, akkor előbb-utóbb elfelejtse azt, hogy mi volt gyerekkorában. Világos? Mert ugye van ez a tömeghatás, hogy akkor ha a többi is azt csinálja, akkor a többi is úgy gondolja, akkor én is úgy gondolom. Jó? Na most ezt végignézzük, tehát szépen meglovakolták azt a dolgot, hogy az emberi elme hogyan működik. Elérték, hogy az emberek elveszítsék a földön túli dolgokban a hitüket, elveszítsék, csak a földi dolgokban higgyenek, az meg ugye az anyag, egyértelműen. Jó? Elgyengítették a férfiakat, megerősítették a nőket,
vágyaik alapján vásároltatják őket, nehogy azt mondta, hogy nem, totál működik, és onnantól kezdve, hogy ezt kipróbálták, hogy ez milyen jól működik, akkor azt mondták, hogy jó, akkor vezessünk be egyéb dolgokat. Tehát olyan dolgokat, hogy próbáljuk elérni azt, hogy az ember és az élet, tehát az élet működése az nem anyag. Az élet működésének semmi köze az anyaghoz. Ha azt mondom csak egy dolgot, mindenki ismeri azt a szót, hogy idő. Nem? Az idő az mióta anyag? Tehát maga az idő, az mióta anyag? Soha nem volt az, soha nem lesz az. Egy dolog van, hogy az időt azt mérhetik anyaggal. Oké? De az anyag, az ne, vagy az idő az nem anyag. Érted? Tehát az idő az az élet része. És semmi köze az anyaghoz. Világos ez? Semmi köze. Mondom, csak egy dolgot mondtam az élet működéséről. És akkor nézzük tovább, ott van az ember működése. Minden ember azt gondolja, hogy valamilyen szinten ő már tanult az ember működéséről. Mert hát ott volt a biológia órák, meg előtte az élővilág órák. Hát mennyit tanítottak arról, hogy milyen szerveink vannak, stb. Még ugye volt demonstrálás is, még ott volt csontvázis, meg ilyen bőr le volt szedve azon a babán, érted, és ott voltak a szervek, hogy mennyi mindent tud az ember működéséről. Közben arról, hogy elme, mennyit tudnak az emberek, az elme, tehát mondok egy másik dolgot az ember működéséről, jó? Tehát ott van például az elme, az mióta anyag? Mióta anyag? Mi köze az anyaghoz az elmének? Vagy a gondolkodás az mióta anyag? A gondolatainkat. Próbáld már megfogni, próbáld már látni, próbáld már megszagolni, próbáld már ízlelni, vagy megtapintani a gondolkodást. Meg fogod tudni csinálni? Nem. Akkor léteznek olyan dolgok, ami nem az anyaghoz kapcsolódnak. Hát most csak két dolgot mondtam. Mondtam a gondolkodást, és mondtam az időt. Az idő az az élet része, a gondolkodás pedig emberi tulajdonság. Próbálj már keresni olyan állatot, ami gondolkodik. Mind ösztönösen cselekszik. Akár olyan formában, hogy genetikailag már a szülők is csináltak olyat, és ezáltal ő is csinál. Világos ez? Nincs gondolkodás. Tehát megnézed, az emberek nem ismerik az élet működését, nem ismerik az ember működését. Mert ilyenek, milyen, melyik részéről? A nem kézzel fogható részéről. Tehát az élet nem kézzel fogható részéről semmit nem tanítanak az embereknek. Az ember nem kézzel fogható részéről semmit nem tanítanak az emberekről. Valakik azt mondják, hogy olyan, sokan mondják, főleg itt a nyugati társadalomban, hogy olyan, hogy lélek, nem létezik. Na, nem létezik. Nincs olyan. Hát lehet, hogy ő számára nincsen, de akkor megkérdezném, akkor te számodra olyan, hogy gondolkodás, olyan sem létezik? Akkor magyarul te tök hülye vagy, mert nem tudsz gondolkodni, nem? Mert az tök hülye, aki nem tud gondolkodni. Oké? Tehát ezzel, ha te azt mondod, hogy nincs lélek, akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy nincs gondolkodás. Ha nincs gondolkodás, akkor minden ember hülye, tehát magyarul minden embert leértékelsz. Nem? Élükön saját magadat, mert te se tudsz gondolkodni. És akkor mondhatnád, hogy
mi köze a gondolkodásnak a lélekhez? Na akkor csak mondanám neked. Hát szerinted akkor mihez van köze? Akkor mondanád, hogy az agyhoz. Aha, az elefántnak is mekkora agya van, meg a bánának is, meg a delfineknek is, mégsem tudnak gondolkodni. Nem? És az állatok jó része, legalább a fejlettebb állatok jó részének van agya. És miért? Mégsem tudnak gondolkodni. Tehát akkor mégse az agyhoz kapcsolódik a gondolkodás, nem? Mert akkor mi se tudnánk gondolkodni, ha az agyhoz kapcsolódna. Hát akkor mi a manóhoz kapcsolódhat? Gondoljátok végig. Akkor lehet, hogy ezt nem tanították neked, hogy mihez kapcsolódik. Nem lehet, hogy kellett volna ezt tanulni. Tehát akkor mennyire értette az ember működését, ha még azt sem tudod, hogy az ember melyik része gondolkodik. Hát akkor mondhatnád, hogy a szíved, szívből beszél. Hát a szívünk gondolkodik. Hát akkor többi állatnak is, amelyiknek van szíve, kellene, hogy gondolkodjon, nem? Hát gondolkozzunk már. Ja, hogy te nem tudsz gondolkodni, mert ugye éppen az előbb megállapítottuk. Jó, tehát gondoljuk végig ezt az egészet, hogy az emberek mennyire ismerik a saját működésüket. És ha megnézzük most a társadalom nagy részét, mintha nem is akarná ismerni az élet és az ember működését. És miért kellene ismerni? Hát egy olyan világba érkeztünk, ahol az életed irányítását a saját kezedbe kell tudni venni. Ha férfi vagy, meg kellene erősödni. Ha nő vagy, kellene egy olyan tulajdonság, hogy gyengédség, nem gyengeség, gyengédség, és esetleg akkor még párod is lenne, ha kellően gyengéd tudnál lenni. Oké? Akkor netántán még párt is sikerülne magadnak találni. Ellenkező nemben természetes, úgy gondoltam. Nem a saját nemedben, mert abban könnyű. Oké? Tehát nem kellene, hogy az ember megismerje az ember működését. Tehát azzal, ami eddig volt az elmúlt 100 évben, elérték, hogy az emberek elbutuljanak, és eltehetetlenedjenek. Érted? Tehát ilyen tehetetlenek legyenek az emberek. Érted? Tehát most gondold végig, hogy lehet jobban haladni az életben? Egyedül, vagy ketten? Nyilván ketten könnyebb, nem? De azt úgy hívják, hogy ott kezdődik, ha ellenkező nemről van szó, hogy család. Nem? Ott kezdődik a család, hogy van egy férfi, meg van egy nő, akik összekötötték a sorsukat, nem? Itt kezdődik a család. És ennek lesz gyümölcse, hogyha még megtehetik, gyerek képében, vagy gyerekek képében. Világos? És az azt jelenti, hogy minél több gyerek, annál nagyobb család. De az alapcsalád, az hölgy, úr. Oké? Okay? Rendben? Tehát gondoljuk végig. És az embereknél mit értek el? Hát, hogy válások legyenek. És a válások nagy részét vajon kik kezdeményezik? Nehogy azt higgyétek, hogy a férfiak. A kétharmadát a válásoknak a nők kezdeményezik. Tehát az azt jelenti, hogy kik az elégedetlenebb típusok? Nem a férfiak. Mondhatjuk azt, hogy átlagosan a hölgyek kétszer annyira elégedetlenkedők, mint a férfiak. Hát a statisztikák ezt mutatják. Oké? Átlagosan. Átlagról van szó. Na most ezt végig gondoljuk,
Nem kellene tudnunk, hogy hogyan működünk? Egy olyan világban, ahol egyre nagyobb hűítések vannak, egyre nagyobb pénzügyi problémák vannak, egyre nagyobb gazdasági problémák, egyre nagyobb megfélemlítések vannak. Nem kellene tenni magadért, hogy fejlődj. Nem kellene esetlegesen abban gondolkodni, most mondok példát, jó? Már nagyon a végén vagyunk. Mondok példát. A múlt században még működött az, hogy valaki nekiállt tanulni az ember és az élet működéséről. Most, hogy kinél tanult, minél tanult, most ez ebből a szempontból részletkérdés. Ha ezt tanulta, a múlt században még működött. De azóta eltelt, a múlt század óta több mint 22 év. És ez alatt, a 22 év alatt annyi negatív dolog történt, hogy előtte ennyiféle negatív dolog nem volt, beleértve a háborút is. Érted? Illetve a háborúkat is. Tehát most, ha végig gondolod, ha te nem nézel sose médiát, és nem vagy PPH-s még, akkor tuti, hogy információkat kapsz a kollégáktól a sok negatív dolgokról, a rokonoktól, a párodtól, az öreg Istentől, mindenkitől, érted? Mindenkitől. Ami azt jelenti, hogy soha ennyi lehúzó dolog, ami az emberek hangulatát lehúzza, nem volt. Na most az ember meg úgy működik, hogyha tanul, és lehúzzák, majd mintha nem is tanult volna, elfelejti a tudást. Tehát ahhoz, hogy az ember tényleg fejlődjön a mai társadalomban, nem elég a tudásgyarapítás. Nem. Kell hozzá egy közösség, akik ellensúlyozzák a pozitív gondolkodásukkal azt a rengeteg negatív dolgot, amivel bombázzák manapság az embereket mindenféle módon és formában. És még mi kell? Hát egy késztetés arra, hogy az ember ne álljon meg a fejlődésben. Mert ez a kettő még kevés. Kevés a használható tudás, és kevés az, hogy egy közösség része, ahol normálisan gondolkodnak az emberek. Kell egy harmadik is, ami késztetést gerjeszt az emberben, hogy nem állhatok meg a fejlődésben, jobbnak és jobbnak kell lennem. Ez pedig, tudod micsoda? A saját csapat. A saját csapat. A közösségem belüli saját csapat. Ha nincs saját csapat, én mindig azt láttam, hogy az emberek megállnak azon a fejlődési szinten, ami elég számukra. És az ember hajlamos arra, hogy ne tűzzön ki olyan célt, ami tovább fejleszti, mert már elérte a céljait, érted? És ha az embernek van saját csapata, még azon belül is, képzeljétek el, úgy működik, ha a csapat lélekszáma nem nő, akkor a csapat vezetőjének a szellemi fejlődése megáll. Tehát ahhoz, hogy egy ember szellemi fejlődése folyamatosan működjön, ahhoz az is kell, hogy egy folyamatosan növekvő létszámú csapata legyen. Na, erre varjátok gombot. Érted? És ugye én megkérdezném, hogy a bolygón rajtunk kívül tudsz-e még olyan szervezetet, ahol az élet összes területére kapsz tudást, van egy közösség, ahol részt vehetsz személyesen, rendszeresen, akár hetente kétszer, sőt, lehet saját
csapatod, és vezetheted a saját csapatod úgy, hogy növekvő létszámú legyen az a saját magad által vezetett csapat. Na ez a hármasság, ha találsz még egyet a bolygón, akkor én megeszem a kalapomat. Van egy pár kalapom otthon. Oké? Van egy, azt úgy hívják, hogy PPH, Nyílt Akadémia. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ha valaki akar bárhol, bármilyen fejlettségi szinten elindulni a fejlődésben, ez a három dologra szüksége van. Tudásra, egy közösségre, és egy olyan saját csapatra, ami folyamatosan növekszik. Oké? És ezt sehol nem találod meg a bolygón. Amit mi a bolygó szinten csinálunk, az univerzumi szinten egyedülálló, csak úgy mondom. Oké? Nem bolygó szinten egyedülálló, hanem a saját univerzumunk szintjén totál egyedülálló. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedacsik Miklósnak ezt a lebilincselő előadást. Biztos, hogy élőben nagyobb hatással van. Tehát én is otthon megnézem, hú, de jó. De itt lenni közvetlen közelbe és élőben megnézni, megint egy másik fajta szintet jelent az érzékelésben. Biztos vagyok benne, hogy holnap visszahallgatom egyébként. Hát mit tudunk neked továbbiakban javasolni? Nézzél meg még előadásokat. Aztán hozz egy döntést, és legyél tanuló. Mert ez egy olyan lehetőség, ami nem minden nap, és nem mindenhol jön szembe az emberre, csak tényleg valóban itt a PPH-ban, mi ezt már itt azért egy párszor átéltük. Ugye beszéltünk arról, hogy mi itt szervezhetünk, ami által csapatunk is lehet, és ami által ilyenekké váltunk az utóbbi években, mint amit itt láttok, mert mi nem ilyenek voltunk. És ugye sokan húzódoznak is tőle, hogy a Szedlacsik Miklós pénz, mindig a pénzről beszél, meg mi is beszélünk a pénzről. Hát van itt valaki, aki pénz nélkül meg tud még élni itt a földi létben? Vagy csokalják a tandíjat, azt mondják, hát én nem tudom, hogy hol van olyan tandíj, hogy az első hónap 19.700 forint, és a második hónaptól 9.800, hát a jó naptól 12.500 lesz a tandíj. Nem ilyen tandíjak vannak. Én tudom, hogy egy hétvégi tanfolyam még egy lakásban is megüti azt a 30.000 forintos értéket azonnal egy napi. Tehát sehol nem adják ingyen. És a másik meg az, hogy mi az, ami felejthetetlen és teszi ezt az egészet, és mély nyomot hagy az emberbe. Hát én tudok nektek mondani egyet. Pontosan ezen a héten történt hétfőn, hogy rám írt egy hölgy, hogy ő szeretne tanuló lenni. És hétfő délután befizette a tandíjat, és 2,5 napja tanuló, visszanézett egy előadást. Szia János, meghallgattam a szeretetről szóló előadást, hosszú idők óta most volt egy boldog felszabadult napom. Hatalmas élmény, mintha egy új világ nyílt volna meg nekem. A legjobb döntés volt az életemben. 2,5 nap. Na. Hát, ezért érdemes csinálni. És már nem az első ilyen, hanem sok ilyen volt. És hogy mi is mennyi mindent köszönhetünk ennek az iskolának és Szedlacsik Miklósnak, az is egy felejthetetlen dolog. És azt se lehet mondani, hogy nagyon a közepén lennénk, mert még az elején vagyunk az egésznek. Hát mik fognak még ezek után történni majd? Izgatottan várom egyébként. Biztos, hogy nagyon jó lesz. Én is köszönöm Szedlacsik Miklósnak ezt a tartalmas előadást. És miközben hallgattam itt a képzést egyébként, nekem is az ment végig a gondolatomban, hogy ha mi nem jöttünk volna ide tanulni, és az igiek nem adták volna elénk a PPH-t, valószínű, hogy én is azok az emberek közé tartoznék, aki nem lenne boldog, akit megvezetnek, akit el tudnak nyomni. És itt mi megtapasztaltuk, és nem csak mi, hanem már itt nagyon sokan, azt, hogy amit itt átad nekünk a Szedlacsik Miklós tanítást,
azt be tudjuk építeni az életünkben, és valóban egy olyan életet tudunk élni a mai világban, amiben boldogok tudunk lenni. Amivel a életben jövő problémáinkat meg tudjuk oldani, és nem ér minket váratlanul. Mi már itt vagyunk, 8,5, most már 9 éve lesz, és pont itt beszélgettünk a előadás előtt, hogy itt a mai világban tényleg az a fontos, hogy hirtelen, tényleg itt napról napra történnek dolgok, mondhatjuk azt a világban, hogy legyen meg az a tudásod, hogy mit fogsz tenni. Megvan neked ez a tudásod? Mert nekünk PPH-soknak megvan. Én ezt bátran ki tudom mondani, mert tényleg a Miklós, ő jóval előrébb jár a dolgoknak. Mi tudtuk azt, hogy lesz a Covid. Mi jó, így nem, hogy most a Covid lesz, de minket felkészített a Miklós, hogy mi lesz a jövőben, hogy készüljünk föl rá. Mi mindenre megkapjuk a megoldást, hogy éljünk, hogy cselekedjünk. 3 évvel előtt, amikor még semmi nem látott az egészből. Így van, így van. És valóban tényleg igaz, hogy mi is nagyon sok fele voltunk, jártunk, és mi nekünk nem volt ilyen mesterünk, aki így felkészített minket arra, hogy az életben kapjuk a problémákat, vagy hogy mit tegyünk a jövőben, hogy fennmaradjunk. És én azt mondom azoknak az embereknek, akik már régen hallgatnak minket, vagy most hallgattak először, gyere el és győződj meg arról, hogy valóban milyen a Szedlacsik Miklós. Győződj meg arról, hogy itt a közösség milyen. Személyesen gyere el. Tehát itt nincsen semmi kötelezettség. Ha is kezded a tanulást, ha te úgy gondolod, hogy neked erre nincs szükséged, akkor abba hagyod. Tehát itt nem fog senki agitálni téged, hogy már pedig lenitten, aztán keményen, kőkeményen. Ez a te életedről van szó. Ha te szeretnél egy jobb jövőt, egy boldogabb életet, akkor én azt mondom, hogy itt megkapod rá mindenre a választ, a tudást, hogy élj a jövőben. Meg tényleg egy olyan közösséget kapsz, amit beszélte a Szedlacsik Miklós is, hogy itt mi építjük egymást, van egy hatalmas célunk, ez a cél az aranykor. És itt egység van, tehát itt tényleg építjük egymást, itt tényleg itt nem fogjuk elnyomni egymást, és a mai világban nem mindegy, hogy milyen emberekkel vagy körülvéve. Nem mindegy. Úgyhogy mondom, hogy gyere el, győződj meg, próbáld ki, szerintem azt a pénzt sokkal olyan dolgokra elköltöd, amit nem tudod beépíteni az életedbe, de ezt ha beépíted, akkor tényleg egy boldog életet élsz. Élhetsz. A szünet után szeretetteremtő kócsképzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Az újaknak mondanám, hogy most vissza kell menni a főmenübe, képzéseink menüpont, és a jelen havi élő szeretetteremtő kócsra kell kattintani, és ugye 30 perc múlva fog majd ott kezdődni az előadás. 20:00-kor fogunk kezdeni. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük mai nap. Házigazdáig lehetünk.